egy nagyon szép példája szintén az összefogásnak, hogy a Palicsi Könyvtár és a Palicsi Helyi Közösség együttes erővel megszervezte ezt az alkotó találkozót, ahol az alkotóknak is van módjukba áll együtt közösen alkotni, barátkozni, és hát talán megidézni azt a szépséget, amit Palicsot jellemzi. A Magyar Nemzeti Tanács nem egymagában áll egy légüres térben, hanem gyakorlatilag egy rendszernek a része, amelyhez kapcsolódnak ugye egyrészt a Gazdasági Magyar Szövetség, másrészt a magyar önkormányzatok, utána vannak ugye képviselőink a parlamentben, Belgrádban vannak államtitkárok, valamint vannak a tartományban is képviselők. Valamint még el kell mondani, amiről nem beszélünk, de hát gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Tanács mögött áll, nagyon erősen a magyar kormány is, és programokat próbálnak megvalósítani. A Magyar Nemzeti Tanács kulturális autonómia, tehát a művelődés, az oktatás, a hivatalos nyelvhasználat és a tájékoztatás a jogköre. És amikor most kampányoltunk, nagyon sokan mondták, hogy nagyon fontos mindez a négy rész, de ha nincsenek munkahelyek, nem tudnak itt maradni, a fiatalok elvándorolnak külföldre, akkor nem jön semmit az egész. És itt szeretném felhívni a figyelmet majd arra, amit gyakorlatilag még a tavaszi választások alkalmával ugye megfogalmaztak, hogy egy ilyen gazdasági program, fejlesztési program is lesz majd a VMS, valamint a magyar kormány által. És ide kapcsolódik, ehhez kapcsolódik a kulturális turizmus, amit most a Magyar Nemzeti Tanács próbál népszerűsíteni. És miért fontos ez? A turizmus próbálja fejleszteni, itt például Palicson is, és ehhez a turizmus, ha megindul, ha beindul, jönnek újból a vendégek majd ide, ez például önöknek is lehet egy lehetőség, még pedig az, hogy emléktárgyakat készíteni. Most önök festenek Palicsról, jönnek ide a remélhetőleg majd a magyarországi, később a nyugati turisták is, ezeket a képeket is esetleg majd el lehet adni. Lesz egy galéria, és akkor ebből is meg lehet élni. De még számos más lehetőség is lesz majd. Ugyanúgy például, hogyha van egy asszony, aki nagyon jól főz, ilyen tájjellegű ételeket, akkor tud nyitni egy kis vendéglőt, ahova ugye a rendszer folyamán el tudnak menni majd a turisták, vagy pedig a lovasturizmus fejlesztése is tervben van, és még számos más dolog. Nem szeretném tehát ezt most sokáig elhúzni. Ez, én azt hiszem, hogy most úgy benne vagyunk már 20 év benne van a nagy légüres térben, és már nem nagyon hiszünk semmiben, de én azt hiszem, hogy Szerbia is elindul az fejlődés útján, illetve a Magyar Nemzeti Tanács és a magyar kormánynak köszönhetően megvalósulnak majd azok a célok, amiket elképzeltünk. Nem téged engem. Én nagy fiatal vagyok, úgyhogy nekem.